Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és egy nagyon érdekes témával jövök nektek most, ugyanis meghívtak Magyarország első gamer iskolájába, hogy menjek be, nézzem meg, hogy jelen pillanatban, hogy áll a sztori. Voltam már bent egyébként, ezelőtt körülbelül egy olyan, hát 3-4 alkalommal, ugye voltak különböző táborok, de erről majd később. A lényeg az, hogy bejövünk és meg fogjuk nézni, hogy tulajdonképpen miről is szól, és miből is áll ez a gamer iskola. Alapvetően ez az iskola a 11. kerület Keve utca 1 szám alatt található, közben átveszem ide a másik oldalra, és itt meg is álltunk egy picit szerintem. És gyakorlatilag két részre osztható. Az egyik része ugye a sportolóknak szánt oktatási rendszer, a másik viszont az e-sportolóknak szánt oktatási rendszer, ami ugye abból áll, hogy gyakorlatilag ez egy magániskola, ahol nem a megszokott oktatási rendszer szerint mennek a dolgok, de erről majd úgyis beszélünk egy kicsivel később. Nagyon-nagyon jó buli egyébként, és nagyon jó oktatási módszerek vannak, tulajdonképpen alternatív módszerek, és hát itt fogják elméletileg, és hát most már gyakorlatilag is képezni az e-sportolókat. Na most azért nem összekeverendő, mert nyilván sokatok azt hiszi, hogy hú, de jó, akkor az iskola csak arra tanít, hogy titeket, mit tudom én, játékra, meg stb. Nem, itt ugyanúgy tanulsz is egyébként, tehát ugyanúgy érettségit is kapsz, ami nagyon-nagyon durva, és az mellett egy gamer oktatást és lehetőséged van arra, hogy te valójában full-time-ként, e-sportolóként üzemelj és működj a későbbiekben. Ugye erre megvannak a szakemberek, megvannak a tanárok, megvan a pszichológiai háttér, szóval eléggé összetett ez a dolog. Ezt fogjuk megnézni, reményeim szerint, és miután bemegyünk, meg fogom nektek mutatni, hogy nagyjából hogy épül ott fent fel a téma. Különböző termek vannak, ugye osztályterem, tanári, van egy nagyon durva 20 gépes gamer terem, ahol elméletileg most megy a tábor is, tehát e-sport táborokat is egyébként szerveznek. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, megbeszélgetünk ott a srácokkal, akik éppen a táborban vannak, illetve megpróbálok majd elkapni egy-két tanárt is, aztán meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Egyébként itt a Cummendares, nem tudom, hogy mennyire látszik. Ugye ez a Keve háza egy, ez egy nagyon jó kis irodaépület egyébként, és ökoház. Képzeljétek el, nem tudom, hogy pontosan mit akar az ökoház, de jó hangzik. A lényeg, hogy bemegyünk, és meglátjuk, hogy mi az itt, úgyhogy bentről jelentkezem nektek. Na, sziasztok srácok, megérkeztünk ide fölfel az iskolába. Ígéretem összülje, megpróbálunk ide bejönni, legalábbis betörünk, és megnézzük, hogy milyen tervek is vannak itt a gamer suliban, illetve hogy néz ki, úgyhogy gyertek, tartsatok velem, nézzük meg, mi újság van. Hát azt már tudjuk, azt fixen tudjuk, hogy van egy emberlépő, ugye ide le lehet tenni a cipőket, hogyha esetleg szükséges, meg le lehet tenni minden cuccot. Annyit még azért tudjatok, nincsen még teljes mértékben készen, tehát nagyon sok minden még behozásra vár, vagy ideérkezésre vár. Egyelőre most annyi van, hogy mennek a táborok, és készülnek a tanárok nyilvánvalóan az évnyitóra, hiszen szeptember 7-én elkezdődik az évnyitó, illetve szeptember 1-től elkezdődik az iskola. Úgyhogy go back. Itt van egy nagyon nagy tér, ami még szintén nincsen teljesen készen, ugyanis a tévék már megvannak, az asztalok megvannak, viszont lesznek még ugye asztalok, meg hát ebből nyilván egy tantermet kéne varázsolni, most jelen pillanatban egy tábor van, tehát egy picit át van alakítva, hogyha bejössz, akkor látod, hogy ott vannak a poharak, meg mit tudom én, hogy szerte szét. A lényeg az, hogy a tábor az működik, üzemel, és én úgy tudom, hogy lesznek évközben is majd táborok, ilyen gamer táborok, amikre majd be lehet jönni. Alapvetően a tanrend az úgy fog kinézni, hogy a tévéken fognak tanulni, illetve laptopokon a srácok, ami nagyon-nagyon jó, hiszen saját maguknak fogják kitúrni a dolgokat, de erről majd a tanárok többet fognak mondani. Maga az oktatási terv, illetve az oktatási rendszer hogy fog kinézni, én most csak megpróbálom bemutatni, hogy hogyan is néz ki az iskola. A legfontosabb, és ami nekem nagyon-nagyon jó, ez a streamer rész. Itt ez sincs még teljes mértékben készen. Úgy fog kinézni, hogy itt lesz majd egy ilyen streamer helység, ahol majd lesznek streamek, és én is innen fogok nagyon-nagyon sokat streamelni majd, legalábbis remélhetőleg. És lehet nézni is majd, tehát be lehet majd jönni néha, és lehet nézni a streameket. Úgyhogy csinálom majd ilyen nyílt napokat, amikor én beülök oda, live-olok, és akkor itt akár nézhettek is, vagy tudunk közben dumálni, vagy akár csaphatunk egy ilyen közös nagy live-ot. Majd meglátjuk. Itt a nyugi szoba, itt lesz majd a tanárokkal is egy ilyen rövid beszélgetés. Hát barom jó. Tehát, hogyha körbenézel, gyere, nézz körben. Nagyon-nagyon jó, fel van szerintem, nyilván még nincsen minden belepakolva, de itt lehet majd pihenni, xboxozni, még akár szunyálni is egyébként, mert szerintem tök jó, kényelmes. Ja.
Úgyhogy igazából innen adott ahhoz, hogy egy srác az ide bejöjjön, és hát tudjon egy jót tanulni, és aztán egy jó nagyot pihenni. Nézzük meg a tanárit! Ugye most táborra van itt minden felszerelkezve, de azért látjuk már a helységet, minden be van már pakolva, úgyhogy hát kíváncsi leszek, hogy szeptember 1-től egyébként hogyan is fog ezt nézni, mert ugye jönnek majd a tanári gépek, lesznek majd tanári asztalok, szóval nagyon jó. Én komolyan mondom, nekem ez nagyon tetszik, és abszolút tényleg a jó dolgokat látom benne. És most jön a legfontosabb rész, begyesszolunk a táborba a srácokhoz, és megnézzük, hogy mit is játszanak ők. Illetve itt van Danó, elkaptam Danót is, ő fogja itt a Fortnite-ot majd oktatni az iskolában. Ugye Danóról már lehet tudni sok mindent, hogy nyert már duó versenyt, nagyon jól szerepelt most az általam közvetített kupán is, a duó kupán is, úgyhogy azt gondolom, hogy jó kezekben vannak a srácok, lehet nagyon-nagyon sokat tanulni. Úgyhogy nézzük meg, gyere, rohanjunk egyet! Hello, hello, sziasztok! Na, hát itt vagyunk a gamer tábornál, ahol most 20-20x gyerek játszik egyfolytában, ugye különböző gémeken. Alapvetően az iskolának itt lesz az oktatása is, tehát a gaming oktatás, illetve különböző játékoktatások itt fognak majd történni. És hát látjuk, hogy tömbbe vagyunk. Viszont ez utolsó tábor, most legalábbis a nyári szünetben, majd jönni fog még, de azok ilyen évközbeni táborok lesznek, úgyhogy le fogok majd tenni a videónak a leírásában, meg a komment szekcióban egy linket, ahol tudtok esetleg a későbbi táborokra jelentkezni, illetve meg tudjátok majd nézni az iskolát, hogy egyáltalán miről van szó, hogy van, meg tudjátok nézni a táborokat, és hogyha szeretnétek jönni vagy a gémelsuliba, vagy pedig a táborokba, akkor lehetőségetek van jelentkezni. Jó? Na, ott van Danó, megkapjuk Danót. Ott van azért Danom. Danom már ismeritek, egyébként egy párszor szoktam vele streamelni, meg remélhetőleg még fogunk, mert valakinek hoznia kell a vineket nekem, úgyhogy ez a legegyszerűbb módja. Éppen formálkozik a srácokkal, illetve oktatja őket, együtt játszunk. Szia Danom! Sziasztok! Hello! Na, mit csinálsz? Megy a game? Hát most szvadozunk itt a srácokkal, legfőképpen egyébként versenyek szoktak lenni, ilyen házi kis kupák, és most gyakorlunk rá. Mi? Vannak izék itt a táborban, házi kis kupák? Oh. És én hallottam, hogy arról is egyébként, hogy aki az adott kupát megnyeri a táborba, az tulajdonképpen a következő tábort ingyen kapja. Ami azért nagyon durva. Itt hol van ez a srác, aki megnyerte már a kupát? Vagy a kupát, és ott oldalad, a kék fület. Oh, hello, szia, kapjuk el, gyere csak. Hello. Szia. Na, hát te nyerted a kupát? Az egyiket? Melyik kupát nyerted? Hányat nyertél eddig? Egyet nyertél? És akkor te tulajdonképpen most ezt a következő tábort, ezt ingyen kaptad? Igen. Deal. És mióta vagy itt? Akkor két hetet voltál itt, nem? Összesen igen. Aha. És hogy érzed magad a táborban? Nagyon jó. Jó? Nagyon jó. Aha. Na, hát egyébként igen. És fejlődtél egyébként, amióta itt vagy? Nagyon sokat. Tényleg? De jó. Egyébként látom, hogy nézzük már meg, figyeld, azért nagyon durván tolja a srác. És hát úgy nézem, hogy 16-an vannak pár csap, tehát lehet, hogy ezt a gémet is meg fogják nyerni. Ha lesz még tábor, akkor azért csak látunk majd, nem? Persze. Jól van, vigyázz magadra. Hogy érzitek magatokat? Hát sziasztok srácok, itt is vagyunk a gémelsőben. Most bejöttünk egy ilyen pihi szobába beszélgetni egy picit a tanárokkal pár szót, mert mégiscsak jobb, hogyha látjátok, hogy tulajdonképpen ki mit tanít, hogy csinálja, mit csinál egyáltalán, mi a véleménye erről az iskoláról. Úgyhogy én át is adom a szót a tanároknak, hogy egy pár szóban bemutatkoznátok, és mit is csináltok tulajdonképpen ezzel ugye itt az iskolában, illetve hogy miért ezt az iskolát választottátok gyakorlatilag munkahelyként. Kezdjük! Jó, én Adonia Boglárka vagyok, történelemmel földrajzot, illetve drámát fogok tanítani. Az iskola nem véletlen választás, hiszek a sorsszerűségben is. Tényleg. A sors! Igen. Eleve az a lehetőség az, hogy azok a gyerekek, akikkel itt foglalkozunk, hogy elég konkrét elképzeléssel érkeznek ide. És itt a céltudatosság, ez szerintem egy alapvetően egy annyira jó hozzáállás mutat, hogy gyakorlatilag sokkal könnyebb lesz szerintem velük dolgozni, és sokkal több egyéni sikertörténet születhet így. A másik, ami az iskolát illeti, hogy gyakorlatilag szerintem egyedi helyzetben vagyunk itt az országban. Nem csak azzal kapcsolatban, hogy miket tanulhatnak itt a gyerekek, hanem mind pedagógusok is.
hiszen... Ez nekem is egy új dolog tulajdonképpen. Egyrészt, másrészt meg tényleg ez a technológiai környezet, amiket körbevesz, szerintem unikum, és az a, az a módszert, ami teljesítés, amit megpróbálunk vállalni és megpróbálunk hozni, azzal meg azt gondolom, hogy a többiek nőmében is mondhatom, hogy megpróbálunk valahogy máshogy közelíteni, nem tantárgyakat akarunk láttatni, hanem összefüggéseket, nem évszámokat az én oldalamról, illetve topográfiát az oldaláról szeretnénk átadni, hanem valamiféle világképet, vagy legalábbis a tudás iránti vállét és az ismeretek szerzésének a módszerét. És ne csak az, hogy tankönyvet, és akkor fogadja be, amit ott egyébként láthatjuk itt is, tehát gyakorlatilag most itt ülünk egy nyugi szobában, egy baromi nagy kanapén, ott szemben van velünk egy tévé, több nyugi van, csend van, és lehet chillelni. Egyébként még ott van egy Xbox is, úgyhogy még azt is nyugodtan be tudnánk kapcsolni, hogy pihenni akarunk, és akkor csak nyomjuk tovább a pár szót. Szóval Molnár Mihály vagyok, ugyebár én külföldön tanultam marketinget, de az egészet angolul tanultam, úgyhogy én leszek az angol tanár, egyértelműen kihívta volna. Amit tudni kell rólam, hogy én korábban dolgoztam már e-sporttal foglalkozó cégnél. Igen, aha. És engem ez nagyon megfogott, uh-huh. És amikor hallottam erről az iskoláról, akkor gondolkodás nélkül így lecsaptam erre a lehetőségre. Ahogy Bogi is említette, gyakorlati tudást szeretnénk átadni. Nekem például nagyon fontos az, hogy például az én generációmból kiindulva azt teszem észre, hogy kijön a diák a gimnáziumból, uh-huh. vagy általános iskolából. Jó, papíron ott van. Pityuka ötösre levizsgázott angolból, de... Ne nulla, semmi csak kezében, és azért van, mert hogy félnek megszólalni a magyar diákok. És én azt szeretném inkább átadni nekik a gyakorlati tudás, és hogy merjenek igenis beszélni angolul. És azt gondolod egyébként, hogy mikor ebben az iskolában majd kijönnek a diákok, akkor szerinted ők meg fognak majd merni szólalni? Tehát fognak egy olyan képesítést kapni, ami után nem lesz nekik probléma az, hogy angolul beszéljenek? Egy, bízom benne, kettő, meg szerintem nagyon is képesek lesznek rá, ugyanis én azon leszek, hogy tényleg azt tanulják meg, hogy neki igenis ez szükséges. Ők ezt használni fogják, és ha erre valahogy rá tudom vezetni őket, már pedig rá akarom vezetni őket, és rá is fogom vezetni őket, akkor igenis menni fog neki. A másik ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy szerintem egy eléggé befogadó közeli lesz, és nem hiszem, hogy bárki mások a gyerekek is egyébként, igen, ahogy itt láttam. Ha nem tud tökéletesen egy nyelvet, hogy akkor most azért rosszul érezze magát, tehát szerintem már csak ezért is sokkal magabiztosabbak lehetnek, és biztos, hogy benne meg fognak szólni. Így van, mert itt a másikról itt nem is biztos, hogy az a cél, hogy itt mindenki ötösöket, meg négyeseket kapjon, hanem az a cél, hogy tudjon beszélni angolul. Vagy tudja a földrajzot, vagy tudja a matematikát, vagy a történelmet. Ne tévedjen, vagy merjen megkérdezni, hogy hol van. Így van. Ez az alternatív tanmódszer tulajdonképpen. Sziasztok, én Kovács Ádám vagyok. Igen. Én meteorológusként végeztem. Meteorológusként? Csak átállok a zöld háttér mögött is, ezért toltam neki, hogy Észak-Magyarországon homozás várható. Itt is zöld háttér gyakorlatilag fogom tolni. Ma jó idő van egyébként? Hát, ha lehúznád a redőnyt, vagy felhúznád, akkor kilátnál, igen. És hát én matekot meg mindenféle természettudományokat fogok majd tanítani, és hát igazából az a célunk, hogy ne úgy működjön ez a suli, mint a közoktatás. Tehát, hogy kínál tanár, hallgatja 30-an, senkit nem érdekel, már tanár is belefásult. Igen, igen, ott van rettegsz, hogy másnap miből kapsz egyest, tehát itt ez az, amit még máshogy szeretnénk csinálni, és igazából már lesz akár 2-3-4 gyerek, de remélhetőleg ez is sokkal több, aki mondjuk nem utálja meg a matekot, vagy a törit. Én azt mondom, hogy ez akkor, a személyiség látva nem lesz probléma. Tehát akkor már szerintem sikeresnek mondhatjuk ezt az egészet, de nyilván az élettől többre vágyunk. És hát én is igazából azt szeretném elérni, hogy a gyerekek így meglássák a világban így az összefüggéseket, meg hogy tehát ne csak megtanulják igen. azt, hogy van ilyen, hogy kovalens kötés, meg mit tudom én, lineáris függvény. Hanem érdekelje is őket. Hanem egyrészt érdekelje őket, meg tehát legyen egy rendszer szemléletük, amit például tudnak használni mondjuk a gépelkedés. Hát igen, és az meg a másik kérdés, hogy itt ők is fiatalok tulajdonképpen, és senki sem egy nagyon-nagyon idős ember, tehát sokkal egyszerűbb megértetni azt gondolom a fiatalokkal a saját gondolatot, meneteteket, és rávezetni őket arra, hogy mi a jó, hiszen azért nincsen akkor a különbség, és ugyanúgy el tudtuk velük, ha kell, akkor hülyéskedni, de nyilván, hogyha kell, akkor ezt komolyan is lehet venni. Na, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, és kívánok nektek nagyon sok sikert!
Nem tudom, hogy lányok politikákat nézni, de jövő, visszajöttünk itt az igazgató nénivel, Keskés Renátát üdvözöllek. Nagyon nem veszik azért ennyire komolyra. A lényeg az, René, hogy egy pár szóval mondd már el nekünk, hogy miért is jó ide járni, és illetve miért kellene, hogy a gyerekek ide járjanak. Hát sziasztok! Igazából az egész súlyt azért találtam ki, mert látom, hogy a mai gyerekeken, nekem kettő is van otthon, kamaszodókorban, hogy nem minden érdekli őket, nem annyira köti le őket a suli, mint amennyire szeretnénk, hogy kösse le őket, és elvonja a figyelmüket a tanulástól, illetve a monoton, egyhangú, lapozgatós iskolai dolgoktól, meg a tanárnőnek a beszédétől, az összes kütyűjük, a felgyorsult életünk, minden. És arra gondoltam, hogy lehetne ezt jobban. Tehát, hogy mi lenne, ha nem abból indulnánk, hogy mit kéne tudniuk, hanem hogy mi az, ami érdekli őket, és arra fűznék rá azt, amit egyébként jól lenne, ha tudnának. Tehát egy kicsit így megfordítanám az életet, és akkor azt mondtam, hogy körülnéztem, hogy milyen sulik vannak, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy tudnék csinálni egy életen, amit És tényleg egyébként, mert Magyarországon, sőt a régióban is gyakorlatilag teljes mértékben egyedülálló az iskola. És ugye bementek, azt már elmondtam itt a tanári részen is, tehát hogy bejössz ebbe az iskolába, és nem az van, hogy te beléptél egy iskolába, hanem beléptél egy közösségbe, és beléptél egy olyan helyre, ahol otthon érezheted magad. Tehát tényleg az engem abszolút megfogott, most itt ülök egy pihi szobába, fölteszem a lábamat, pihenek, bemegyek egy gamer szobába, tudok játszani, megy a tábor, tele van diákkal, romában az egész. De nagyon jól meg van csinálva az egész. Szóval a zene, szól a zene egyébként, baromi nagy tévék volt, lehet gyakorlatilag mindent csinálsz, és az mellett nyilvánvalóan azért a gyerekek tanulnak is, mert hogy tanulnak. Hát igen, ez a fő lényeg, ugyanis amikor meghirdettük a sulit, hogy csinálunk egy gamer gimnáziumot, elég sokan megtaláltak, akit de jó, jön, hadd jöjjünk ide hozzátok, és hogy akkor itt érettségit is adunk, igen, és akkor kérdeztem, hogy ők mi érdekli, mit szeretnek, és akkor mondták, hogy hát a programozás még úgy, ahogy érdekli őket, de és múlis tantárgyból, hát az semmi, és akkor mondtam, hogy na, hát akkor ez nem a te sulitod. Tehát tényleg olyan gyerekeket keresünk, akik tényleg vagy a versenysportból, vagy ebből az e-sport programozási irányból szívesen jönnének hozzánk, mert ezzel szeretnének egy lehető legtöbb időt szervezetten segítséggel foglalkozni, de azért szeretnének tanulni is. Tehát, hogy mi nagyon szeretnénk itt egy olyan minőségi, modern tanulást adni a gyerekeknek, hogy nyilván érdekesebb formában, filmekhez kötődően, egy csomó, minél több technológiai újítást bevonni a mindennapokba, de tanulni kell. Ez így van. Itt érettségit nem csak az van, hogy bejössz és játszol, nem, és gaming forever, az is. És ugyanazt a központi érettségit kell megírni mindenkinek, mint amit egyébként a többi suliba. Tehát a felkészülésünk egy kicsit rugalmasabb, szerintem sokkal jobban igazodik hozzájuk, de végig ugyanazt tudjuk el. Tehát olyanokat tudunk felvenni, akik ezt is akarják. Jó, még egy gyors kérdés, milyen korosztálytól lehet jönni az iskolába? Gimisek vagyunk, hatosztályos gimi, tehát hetedikesek a legkisebbek, akik jöhetnek, és akkor 7., 8., 9., 10. Igazából a 7.-8. már majdnem teltházunk van, oda már nagyon nem tudunk fölvenni gyerekeket. 10-11. Viszont nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődő ügyes gamer programozás iránt érdeklődő gyerekeket vagy a versenysportolókat. Na, srácok, elérkeztünk a végéhez. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hogy be tudtam nektek mutatni ezt a gamer sulit még kezdés előtt. Nyilván azért pár szó fogok még idejönni, és fogunk beszélgetni róla, mert egyébként engem is baromira érdekel személy szerint. Másrésztről meg azért jó pár szó fogok itt streamelni, úgyhogy biztos, hogy fognak még ilyen vlogok lenni. Úgyhogy akit érdekel az iskola, akit érdekel a tábor, meg a későbbi egyesület, amiről még nem szeretnék semmit mondani, csak annyit, hogy MGFE, Magyar Gamer Fiatalokért Egyesület, de erről majd később. Az nézze meg a linkeket, ott van a leírásban, ott van a jelentkezés, ott van az, hogy hogyan jöhetsz a táborba, mikor lesznek táborok, hogyan tudsz ebbe az iskolába bejönni, vannak szülői értekezletek, ahova be tudod hívni az anyukádat, vagy az apukádat, hogy segítsen, beszéljen a tanárokkal, esetleg az igazgatóval, hogyha esetleg itt szeretnél tanulni. Úgyhogy minden lehetőség adott, mutasd meg nekik mondjuk a weboldalt, és akkor a többit szerintem ők intézik. Én pedig elköszönök, ha tetszett a videó, akkor ne felejts el dobni egy feliratkozást a csatornára. Ne felejtsd el, hogy az élőadásai mostantól minden hétköznap, illetve nem hétköznap, mert minden nap 17:00-tól kezdődnek már Twitch-en, annak is ott lesz a leírásban a linkje, és hogyha tetszett, akkor dobj egy lájkot, jó? És hogyha szeretnétek még a suliról a következő részt, akkor mondjuk 500 lájk, jó? 500 lájknál csináljuk a következő részt a suliról, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és jó voltam. Csak!